Húzom a gázt, nyílik a power, nekem sokkal több ló kell. Emel az eleje, kerékre kapja a szikrázik, már a rendszám alja. Télen, nyáron rajta az utakon Michelin gumival, az aszfaltot uralom Leóval, meg a gengem gyűrök az út szélén. Egy belébe húrok, nem a cigit, a babetta tekerem. Százas benzint, ötvenese keverem a tankom kajra. 2000 ételem egy húzza a krúm, a seggedbe belemegy a gázba, nem elszakad. Az 1000 éves gumi már nem tapad, valami recsen beáll a blokk. Fakerok, geci, csak imádkozok. Cső! Elesek is, a motor az első, szakad a gatya, meg lyukod a felső. Szaladok egyből a motorhoz, faszom, vietem a barnihoz. Hátul megyek, a füstöt benyelem a markolattól. Fekete a tenyerem, 16-ban a Simpson laveletem. 400-ért meg a mosóba veretem. Leesik a hó, kicsapom a segét, húzom a gázt, kihajtom a lelkét. Fogom a csonkot, mert fázik a kezem, ilyenkor motorozni elment az eszem. Leesik a hó, húzzuk a gázt, 40 fok van, húzzuk a gázt. A betegek vagyunk és húzzuk a gázt, húzzuk a gázt, csak húzzuk a gázt. Na, szevasztok, skacok, itt lennénk egy újabb adásba. Hát, bocsi most, hogy ilyen későn indítottam el a live-ot, de hát nem voltam itthon egész nap. Szóval, ja. Így. Sajna. Nem tudtam, mikor elkezdeni. Na, remélem nem lesz hangos. Szavasz, Roland. Szóval. Fent is vagyok amúgy a szerverem. Direkt megvártam, hogy... Hát 5 3 9. Állássak meg egy 200 centi férfi. Jó. Halló? Aha. Ká? Na. Hát jó vagyok. Na, Cső Attila, gyere fel. DC, szúzd be magadhoz. Na. Bazen. Na, hallok. Na, szevasz, várjál, leállítom a live-ot, mert kétszer hallak. Jó. Na. Jaj, de rég beszéltünk. Hát, ja. Most közlek ajánlok, de hát ma. Kb. Egy... délután óta nem ettem semmit. Akkor egyébként csak nem árt. Amúgy a live-ban bukkos és a mondd már, a 5M-nek a kép az csak a bal felső sarokban van ott. Azt hittem, B is Orsi. Nem.
Még nincs meg a 900 forint. Meg nincs. Meg nincs. Bazeg, mentettem el. Jó van, akkor majd elmegyünk ruhaboltba. Na. Na. Itt van a munkaügyi, itt bent egyből. Itt vannak ilyen alapmunkák, ugye? Például olajszállító, palász, favágó, ilyenek. Na. Ezek közül a legjobban az olajszállító keres. Viszont vannak kopimelók is. Szóval, hogyha megnyomod az escape-et, akkor ott a térkép északi részén, ott a városnál, ott van egy ilyen zöld bögy, és az a fűnyíró hobby meló. Uh-huh. Hát, ott igazából annyi dolgot, hogy felveszel egy kis ilyen fűnyírót, aztán mászkálsz a füvön. Viszont van egy teljesen egyedi meló, amit más szerom még soha nem láttam. Az az a mézfeldolgozós munka. Hmm, érdekes. Ja, ilyen méhészes tudsz. Gondolod, leadalak egy kocsit, aztán elmegyünk, az nyomunk egy kör. Okés. Na most szerintem állítsd be a streamet, hogy ne csak bal felső sarokban legyen a GTRP, mert... Ez... Nem tudom, mi van. Az a baj, ablakos módon meg nem működik. Aha. Mert gondolom a 5M-et, szóval... A pedig ablakosban van. Ja, az érdekes akkor. Uh-huh. Jaj. Hát akkor nem tudom. Na jó van, elmegy így is. Nem baj ez. Leadalak egy prémium kocsit. Elég gyorsan oda fogunk érni. Menjünk. Vagy menjünk csak elsőnek egy munka. Munka. Egy ruha volt az, hogy állíts normális skint, mert ez érdekes kis kopaszt. Ja, hogy eltűntem. Jól van. Na most látod a lambót? Persze, a lambó betöltötte. Ja, jó van. Aha! Ez egy Forza Horizon 4-es. Ja. Elég faszom. Aha, csúszik! Íj, bazd! Csúszik, mert kurva nagy erő van benne. Jó, itt elrezelőt való. Jó lett volna, bekanyarodtam volna. Ja, nem árt. Várj, F11, meg B. Azt ja, igazából úgy 3 hetet csinálom a szerót. Hoppa. Ezt úgy idáigítottam egyelőre. Egyedül? Hát igazából egyedül most van egy haverom, ki segít ilyen alap dolgokba, hogy mit tudom én, magyarosítás ilyenek. Amúgy az épület másik felé van a ruhabolt. Aztán ja, igazából úgy végül is egyedül, de ő is segít egy kisebbekbe. Tehát látod, van egy-két NPC még, de hát rajtoljuk az ügyen, hogy ne legyen. Most lett elvéve 2 frakció. Szevasz, hehehe, 999. Szevasz, hehehe. Dick, mit csinál ez az NPC, te? Na jó, van, elviszem. Na, most lett elvéve 2 fraki, egy banda meg egy maffia. Aztán most azok pályázhatók is lettek, nem azt csináld, itt hátul. Tudom. Hátul ebben. Aztán jön meg még most lett admin TGF is, mivel kilettek rúgva az inaktív adminok. Dragon ez GTA-t RP. Viktor, ez az én szerverem.
aztán dobj össze valami faszaszként. Ezt akarok. Közben jönnek még fel a szerúra. Ezek ide is felmegyek és lesz egyből 2 milliárd, mint VLS-en. Hát, nem hiszem, hogy lesz egyből. Szia macska, mondjad. Szavasz Ádám. Várjál, hajat kéne. Hajat igaz. Kéne állítani. Akkor menjünk fodrászathoz, gyere. Mennyi 11 néző van? Jajaja. Az igen. Mit tudom, hogy menjünk ide. Egy pillanat, skacok. Na, az igen, este 10-en vagyunk. Mondjad. Azt próbáltam úgy még meg, hogy OBS-ben rányomsz az ablak felvételre, és hogy mit tudom én, képernyő az igazítás, vagy képernyő az nyújtás, vagy valami. Hátha. Igen, csak az a baj, nincsen két monitorom. Hát az nem kell, hanem... és alapból képernyő az nyújtással, de hát... Yeah. Nem tudom. Nem tudom. Mindegy. Lesz ilyen. Mondjad már. Most ilyen lesz, nem érdekel. Na, most jó, most jó. Na. Most teljesen jó. Na, akkor megvan oldva. Ennyi. És egyébként az F9-el hozod elő ott a jobb felső sarokban a pénzedet, meg ilyeneket. Mm-hmm. Ez jó. Jó. Az alsó az mi lenne, ahol, ami ugye nekem 0 forintot mutat? Az a piszkos pénz. Aha. Szóval ugye rablásokból, meg ilyenek. Ezt tudom. Banyek. Íj a fejem! Vaj, ah, túl mentél. Ötöm. Szavasz már! Ja, amúgy tényleg a speedon vehetnél lejjebb szerintem. Mit? Speedon lehet lejjebb vehetnél kicsit. Hát lehet, az lesz. Bár amúgy az monitortól függ, szóval nekem igazából elég kicsike. 1920x1080-as monitor. Nekem is azon van pedig. Hát akkor nem tudom. És mekkora felbontáson játszol? Settings. Hét húsz. Na, akkor azért. Akkor ezért tűnik ilyen nagynak. Bocsi, csak itt közben jönnek az izik. Remélem már jó lesz. Most átraktam 1080-ba. Már még mindig nagy. Biztos, hogy áttetted azt? Áttettem. Mert az szerintem reconnectelni kell majd, az bedobnál. Mi az, hogy 3-4-ed? Vagy 3-2-ed? Az mondjuk jó kérdés. Na, akkor hagyjuk. Akkor majd lehet lejjebb veszem, mert igazából nem mindenkinek ekkora a monitorja is. Hát az ja. Igaz. Szírtam az utcica. Na, akkor jöttek fel a like-ból. Pont, hogy ilyenkor nincsen nálam olló.
Az a baj, nem tudom, hol van, ezért. Szikén. Harapd ki. Persze. Ki arra fel? Azt, ezért, chatre beküldhetek egy BC linket. Nyugodtan. Nem se. Eskü, kiveszem az öngyújtót, azt mindjárt fölgyújtom. Nem kell várni itt a... Itt egy csavarhúzó, ezzel... Jaj, várjál! Kifüstölt a motor, meg kell fixálnom. Így. Na. Akkor már előtted járok. Na. Így, ne. Hál' Istennek, ez is ki van mondva. Na. Akkor most hova megyünk? Jelölöm is. Aztán megnézzük ezt a méhész melót. Attól függetlenül jó ennek a headringje. Jaj, jaj. Még belülről is, de jó meg van csinálva. Csak aktív dashboard kéne. Akkor szerintem sokkal jobban menne. Az RP. Ja, hát jó, de ezek ilyen kis mellékes dolgok, hogy most van-e a prémium kocsiba dashboard. Na, ez jó, Ádám. Jó nyaralást kívánok előre is. Én meg holnap dolgozni megyek. Na, holnap után megint. 50 órát letöltöm az érettségihez. Ja, aha. Ezt mondtam. Nekem is kéne. Csütörtökön megint megyek Pestre piacolni. Jami? Hoppa. Eskü, csinálok majd egy izét, a tímes táblát, aztán mindenki meg fog keresni. Teljesen jó. Hú, de messze van. Nincs az annyira már mindjárt itt még. Kicentisztem? Az biztos. Ezt már nem. Ezt már nem nagyon. Ezt már nem. Na, kifüstölt a motor. Na szép. Akkor azért megy ilyen szarul. Nagy vezet. Jó van, hát belső nézetből nehéz. Jó. Na, meg is jöttünk elvileg. Itt jobbra ez a föld az. Majd ki is szállhatunk. És akkor mindjárt itt lesznek a dobozok, ott is vannak. Oda kell futni, aztán fel kell őket szedni. Na, van küldve. Ja, nem látják, lehet, mert... Akkor... Így talán látják már.
30-at össze kell szedni. Tjú. És akkor abból már mint 30 ilyen lépesméz. Aha. Szóval egy doboz az nem egyet jelent, szóval elég könnyű. És 30 darabból tudunk kipörgetni ugye egy darab mézet, amit el tudunk adni 100.000 forintért. A legolcsóbb autó az 1,5 millió, egy Lada. De hát ugye, hogyha ezt úgy veszük, ezt a melót, hogy nem. Mit tudom én most összegyűjtök. Ha mondjuk még nem próbáltam. Lépesmészt, akkor elég faszán keres, mert nincsen limitje, hogy mennyit bírsz el. Akkor ugye nem kell járkálni. Egyszer időjössz, azt megszeded magad. Hallod ezt itt a bal felső sarokba valahogy ki lehetne szedni? Mit? Azt, hogy unemployed? Unemployed vagy mit? Miért? Nem vagy esetleg berakni a izé pénzhez. Mert? Hát legalább akkor az is jó lenne. Ennyire, ennyire. Hát lehet, hogy amit oda beteszem oda a fölülre, ott pont van egy kis hely. Áh. Nem? Nem neked. Jó. Várjál, neked kéne beküldeni a DC linket, nekem nem engedi. Nem van máskor. Aztán a PD-be is lehet jelentkezni meg minden frakiba. Milyen legális frakciók vannak, amik esetleg pályázhatóak? Pályázhatók közül nincsen. Mert ugye van ORFK-nak is, lídere, OMS-nek és szerelőközpontnak is. De majd meglátjuk, hogy így a szerelő líder mennyire aktivizálja magát, mert... Ja, ez elég... Kes a diót. Kevés, amennyit fent van. Hogyha aktivizálja magát, akkor megtarthatja a frakit, hogyha nem, akkor megy pályázásra. Na most kettő illegált lehet ugye pályázni. Egy bandát, egy maffiát, aztán ja. Köszi. Ja, amúgy jó étvágyat. Kösz. Fullaj bele. Mi? Mit beszélsz? Na, neked mennyi mézed van? 36 lépes méz. 36? Azt hogy csináltad? Nekem 82. Na jó, van, akkor szerintem menjünk, aztán ezt pergessük ki. Várjál, megfixelem ezt a kocsit. Bár közben itt hagynak ki az emberek. Íj, kocsi alá beszpónolt a láda. Befagytál? Már belebugoltál? Ja. Na várjál, most megint megfixelem. Na. Ígyni, aztán akkor menjünk el. És amúgy nálatok mi a admin TGF? Ez a feltétel. Hú, hát igazából úgy nagyjából nincs feltétel. 15 év a minimum. Legyél aktív. Aztán ugye ennyi. Ugye egyértelműen értelmesnek kell lenni. Hm.
Fasz. Nyomtam hoppa. Egy F3-at. Ez véletlen volt, megöltem mindenkit. Ujjaj. Figyelj, gondolod, akkor jövök, segítek én is izé. Magyarosítani. Jó, jó. Mi a fasz? Mi van? Te F10-be látod a srácokat? Mert nekem csak téged meg engem mutat F10-ben. Mi a fasz? Nálam meg csak téged. Jaj. Meg engem. De azt gondolom nem így lesz, hogy egymás mellett lesz mindenkinek a neve. Nem, nem, az úgy van, hogy négy ember van egymás mellett, ugye? Mint egy sorból, ugye? Uh-huh. Négy ember van, és utána megy lefele. Hát véletlen, Viktor. Összehoztam. Én magam úgy azt hittem, hogy megnyomtam az F3-ot, hogy az miatt haltam meg. Az szép lenne. Viszont ezen majd kell állítanom, mert elég gyorsan jön a fizu. Hogy látod. Mert ugye most munkanélküliek vagyunk, és jön a segély. Ha kell segítség szerverbe szólni. Hát igazából nagyon nem kell segítség, maxi magyarosítás, amit mondott a torzó is. Mert abból van bőven. Na jó van, akkor nem megyünk torzó. Kiperjük. Menjünk. Nem csöszöttem össze sokat. Az szép. Az szép, Viktor. Öv, az még nincs. Az még nincs. Ha gondolod, Viktor átküldheted, ja, mi? Hogy, ja nem, te vagy a Viktor? Akkor bocs ez. Dragon? Akkor bocs. Pillanacska, szok. Nem tudom, mi ez a faroggér. Helikopter, ja, hát nem. Lehívok egy helikoptert, az alapból eltűnik. Miért tűnne? Mert vannak NPC helikopterek, meg ilyenek. Amit el tudtak izé lopni a playerek, aztán ja, betettem rá egy scriptet. Akkor is bármilyen repülő eltűnik, még a Frogger 2 is. Akkor majd én lehívom, na szép. Na hát akkor is eltűnik.
Amúgy honnan van ennyi mindenkinek, meg a VLS mod? Jó kérdés, ez nekem is kéne. Megnyitjuk a izé VLS. Beloptuk, hát az hogy? VLS. De nem mindegy amúgy, hogy MTA, vagy GT5. Amúgy, ja. Jaj. Hoppá. Átküldheted, nem haragszok meg érte. SQL nélkül. Na, be lehet azt importálni könnyen. Íííí. Rádiózott. Panyek. Véletlen benyomtam. Jó, kikapcsoltam. Hát SQL-t azt meg lehet oldani, hogy beimportáljuk. De várjál már, VLS-en erre kell jönni talán a izéhez. Ja, erre kell jönni a olajszállítóhoz. Ja, ja, itt is van olajszállítós. Meg amúgy van egy ilyen drog föld, ahol lehet szedni kanabiszt, és azt át kell alakítani izére, marihuánára, és el lehet adni NPC-nek. Ez jó. De hogyan loptad le a modokat? Eskem, ugye ez nekem is. Hát ennyi erővel akkor már a CV3-as modot is lelophatnád. Ennyi. Az eredetit. De hát ezt gondolom nem akarja, mert fél a Thomas feljelenti őt. Index? Nem minden nap. Nincs, nincs. Robbant egy helikopter, lezuhant. Ne, itt egyel tovább menjünk be. De mutatja egy GPS, hogy hol kell. Itt mögöttünk. Ott. Aztán belállunk is. Csabi mondja, hogy itt ezért, hogy a fele vagy nem működik, mert a fele nincsen meg. Ja, na szép. Jó, egyszer megvan. Kétszer. Jó, nekem van kettő mézem. Igen, az RP. Hát írtak, hogy torzó kell fegyver. Honnan szereznél fegyvert? Ha csak nem modder vagy. Ja. A furcsa. Na, végre. Banyek. Igen, az úton is menj. Az te rohadt. És mi tényleg lehetne alakítani a headlingen? Hát az lesz. Ezt eskü megtartanám. Hozadod. Hát.
Igazából nem bírom így odaadni egyelőre. Mert nincs benne az izében. Melyik a shopba max SQL-ben át kéne írnom. Már kifüstöltette a motort, na szép. Aztán itt el kell adni a sarkon. Ja, Torzo RP. Ennyi. Én is el is adtam, meg is kaptam a 200 ezeret, nagyon jó. És úgy ennyi igazából ez a meló. Megmutathatod, hogy milyen ez rendőrautók, meg mentőautó van? Fú, hát igazából mentőautóban csak egy ilyen orvosi felügyeletes kocsi van. De várj, azokat le is hívhatom. Egy pillanat. Azokkal még annyit nem foglalkoztam, mert... F1, a telefon, F3. Animáció. F4, semmi, F5. Uh-huh. F6. Na van semmi. Egy ilyen orvosi ügyeletes kocsi. F8. Uh-huh. Na mondjad breakfast. Egyszer van ez. Akkor... mindjárt mutatom. Nem tudom, hogy ez el van-e indítva. Nézzem, amit írtam live chat. Mondom, hogy kell segítek neked fejlesztésben, van minden. Mert én már elkezdtem egy RP modot csinálni. Hát nem tudom. Igazából... van egy ilyen még. Hopp, na megjöttek. Ez nagyon borul. Na szép. Igazából kéne fejlesztő, de... nem tudom. Az baj, Tarzan dolgoztam egy ütemtélban. Az lenne a baj, hogy most adok... tiszteletem. Tiszteletem, uram. Adnék, mit tudom én, FTP-hez hozzáférést. Mit tudom én, letöltöd a modot. Beteszed a saját FTP-t, basz ennyi. Megvan a saját szeród. Baszottam a munkámat. Na, fel is borult, ezt mondom. A hülye fejét. Mit csinál, uram? Semmi nem. Nem bírom dévézni. Az fasza. Na gyere ide, bó! Hát, Akhú, anyádat, ugye megöllek, more! Akhú, baszádat! Ennyi nem? Gyere ide, ne bagyj ilyen te kis buzerántoszt! Na gyere csak ide! Ne bagyj ilyen, hova mész, ézi? Hinni akarsz Istenbe, mó! Van itt rohadt bele az Jaj, ne. Gyere ide! Gyere ide, te buzikutya! Gyere ide, te buzikutya! Gyere már! Menjél, bocs, bátya! Na szép. Ahú, baszádat! Gyertek, mindjárt megkapnak titeket, more! Na. Eskem, hogy jó. Nem nagyon. Nem. Törölj meg az inventorimat. Mit mondasz? Törölj meg az inventorimat. Na, nem miért? Hát, mert tele vagyok fegyverre. Adottad magad a dolgomba. Gyönyörű vagy. Mert megnézünk, két amit törölni várja. Na, most már nincs csak. De mi nem előző, én ellopom ezt a szart.
Hé, te si ne dalolj be, kidom. Ki fogom lökni a kezedbű. Íjj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 j
Menjünk innen gyorsan. Azt a rossz, mi történik itt? Mi a fasz? Na, szép szerver bemutató, geci. Amúgy le? Máfistad a kocsit. Mi a fasz? Eskü szerver bemutató helyett inkább izé csajozási tippeket mondanák. Igazából nagyjából más dolog nincs, csak ez a fűnyíró shopi, ami még így újdonság lehet. Akkor nézzük meg azt. Végzett keretek? Jaj. Aha, ahhoz ki kéne szállnod. Ja. Ha jól mondod, Mark. Tempomat sincsen, ahogy láttam. Na, kapta is a bant. Ennyi mély bambi. Az igen. Jaj, a dragon mindjárt megfogja. A második akját, azt akkor ezért jön föl. Tudni. Baszhatja a második akját. Mely izé? IP. Ja. Mondjad neki, hogy van spooferem. Jaj. Jaj, de. Úgy látom, kell szereznem, vagy vennem egy faszában ticsítet. Itten Dragon kijátszotta a rendszert. Aha. Lord. Aztán itt ezen a gyepen kell. Hey, befagyott a karakterem. Jaj, M betűvel indít be. Ja, mit szám U-val kell. Hát nem. VLS is vette anti-cheatet és semmit nem ért. Na szép. Itt balra, gyere. Itt így van. Aztán ott van, hogy mennyik a 100 fűvom. Így, né. Azt csak itt mászkálni kell. Ez mondjuk jó. Ötletes. Ja. De azt közben magad mellett visszad a portot, így fordulsz. Ennyi. Eskü egy ilyet tízig kituningolva. Ja. Ezzel gyanáznak az utcán. Talán amúgy buggos, és nem kapjuk meg a pénzt. Ezt meg ki kell javítanom. Mindjárt megnézem. 320 ezeren van. Ja, nem kaptam meg a pénzt. Kasszát főnél kapsz egy adott összeget? Ja, hát ott van, hogy mennyi kasszát füved van, uh-huh. És akkor kasszát füvenként van egy adott összeg, ja.
Szia Dominika! Nem egy zetpel az RP-ben, nem kapja a gyilt? GTA-t RP. A mod miatt kaptad a gyilt. A gyilt? Bant. Bant. Hoppá. Na, próbálom gyorsan kijavítani. Eskem, hogy ez mur is. Ja. Nem csinálnád meg ugyanúgy a izét? A redneket, mint elvén van. Ezt adnám. Én lennék a Leicester-ség Davis. Szép. Jó kis ilyen tanyos RP. Eski. Majd meglátjuk. Nem találom a hibát, majd később kijavítom. Meg ott elég bukkos a szövege is, amit kiírt. Vagy megkaptad a pénzt amúgy? Nem. Vagy várjál, most ez azért bankba jön, vagy... Nem, KP. Nem. Amúgy meg a étel, meg a italcsíkot, azt szerintem le lehetne rakni ezért térkép mellé, nem? Hogy ne buggoljon bele. Lehet az lesz. Jó, adnám... Jogosítványra $500. Megkaristoltam csórit. Szava Sanyi! Fejleszteni van kedvem, hát akkor csinálj egyszer út. Amúgy fasz a live, mert majdnem semmit nem késik. Hát figyelj, 5 MP késés idő. Már késleltetés. Szóval teljesen jó. Ez milyen szerver? GTA RP. Akkor más jön. A 5M klienssel vagyunk fönt. Eskem, amúgy altvére próbáltátok volna meg inkább. Na miért? Mert ez olyan jó, annyira buggos, nem laggol annyira, mint a 5M, ahogy mondják. És altvén amúgy már vannak szerúk? Elvileg Tomászék is akarnak nyitni altvén szervert. Tényleg, amúgy mi lesz a CB 4-gyel? Nem úgy volt, hogy augusztus környéke. Úgy volt, hogy tavaly szeptemberben már meg fog jönni. Most úgy van, hogy nyáron fog. Hát nem tudom. Igen, Sanyi, ez egy Forza Horizon 4-es. Ja. Speedometer. Íííí, de megy! Eskem úgy, atom. Adom ezt a szervert. Na. Be fog indulni, tuti. VLS-re rátérnek ide. Szerintem Nazdanék is. Hát igazából már tervben van, hogy azé. VV-sem a vágott ki. Aha. Na ő fog elvileg streamelgetni. Csak jó. Nem nagyon ér rá aztán. Még beszélni sincs időm vele. Rendesen. Még csak írkáltok. Ugye győzik-e nekem meg Facebookon ismerősen. Na. És írta, hogy lesz való világ 10.
És tudod, hogy ki lesz benne? Na. Nem tudom, te a szomszédokat mennyire nézted? Nem rémlik. Abból volt a... Hú, nem tudom most, hogy hívják azt a színésznőt. De hát az állandóan ott itt a alkoholt elvileg, az is... az is jelentkezett. Na közben te hova kerültél? Nem tudom. Le, van amúgy kerékpördülés? Mit? Kerékpördülés. Tegyük fel, hogyha sokáig pörgeted a kereket, akkor ki... Nem, ki van véve, de... Hát azt szerintem jobb lenne visszatenni. Egy false-t átírok true-ra, azt már van is. Azért mondom, mert FH4-ben 3000 órán van. Az fasza. A kukolás ez melyik? Megvan. Eskem, hogy googolást azt át lehetne rakni a C-re. Igen? Aha, már a C-n konkrétan csak az izé van. Hogy ugye... Bazeg. Hogy... Tudod, mint simán a... MTA-ba, hogy hátra tudsz nézni a görgővel. De itt meg pont a C-n van. Amúgy igen, az kicsit elszomorít, hogy DC-n vagyunk körülbelül 200-an, de szerveren ilyen, hát, igazából délután este szoktak följönni 5-6-an, 10 percre azt lelép mindenki. Aztán igazából ezt úgy lehetne beindítani, hogy aktív adminok, aktív frakciólíderek, hát, és akkor érted, azok már fönt vannak. Raki líderek, akkor följönnek a fraki tagok is. Látják a playerek, hogy vannak fent ezen a szerón, ők is feljönnek. Be tudsz rakni egy izé frakcióba, tegyük fel a szerelőbe megnézni, hogy az milyen. Berakhatlak. Várj, akkor gyors elmegyek, az azt megpróbálom megjavítani a kocsit. Ez garázs. Jobb alsó sarok fele van. Kibassza a szemed akkora izé, villáskulcs. És egyébként berakhatod. Azért éri azt, hogy mechanik novice, vagy nem tudom, hogy kell ejteni, mert a szerelő liter ennyire inaktív, hogy még azt sem mondta, hogy milyen rangok legyenek. Figyelj, vagyunk jelenleg 30-an. Hát... VLS. A sima... Egyesen, meg a négyesen, meg Amerika... Hát American RP-n. Azon belül is az egyesen, meg Remake-en is voltam. Aztán, ja, ennyi. Hopp, kifüstöltél. Tudom, megpróbálom megavítani, azért megyek oda. Kipróbáljam, hogy milyen. Hú, de messze van, geco. De elég fasza a szerelőtelep. Meg van mappolva. Modellezve. Ó. Így a csúszkáz. Az igen. Várjál, itt kell bemenni, mi? Az első garázs kapuna. És akkor ide gondolom be kell állni, mi? Jaj, kizumultam.
bazd meg, várj. Igen, és akkor beszállsz a kocsiba, és F6. És akkor ott van, hogy repair. És kész? Ja nem, bocs, most szállj ki. És akkor F6 és repair. Na, az ennyi. There is no nearby vehicle. Azaz nincsen a közelembe. Várjál, megpróbálom én is. Na, úgy kell, hogy beszállsz, kiszállsz, és akkor ráfordulsz. Megbütyköli. Dupla este. Szerelés. Ja. Mutatok valami elég faszát. Gyere. Kövess. Jaj. Így a krokodil. Már mennyi idő. Na gyere, mutatok valami faszát. Na. Ide belépsz, rámész, hogy vehicle list, és hívd le a flatbedet. Lol. És gyere ide a szerelő bejárathoz. Kiállok, hogy könnyebb dolgunk legyen. Jó. Megcsináltad az izé? Megcsináltad a... szíj is fölpakolást, vagy mi? Nem, meglátod. Talass rá a kocsira. Kicsit rossz, hogy állandóan kell nyomogatni a váltót. Ja, vágom. Igen? Jó, még egy közelebb kocsra majdnem. Még mehet, bőven. Jó. Jó. Opa. Na, szállj ki. Gyere ide a kocsihoz, F6, és menj rá arra, hogy flatbed. És ott is van a kocsi. Aztán ugye lerobbannak a kocsik, aztán így mennek ki a szerelők. Eski. Ezt tetszik. Ilyen kocsi eladó. Erre? Hoppá. Várj, ez kinyitódik. Nagy dolog alapból meg van csinálva a frakció scriptben. Igen, meg van csinálva, de elég faza. Attól Opa. Függetlenül. Hát én meg azt hittem, ez nem működő. De ne! Ez milyen ezért, a vantató. Szavaz Balázs. Ezt is megmutatom. Jó, ez Balázs. Csak akkor tedd le a kocsit. Ugyanúgy odamész és flatbed. F6. Ha bebuggott, na végre. Miért van forzás kilométer óra? Mert elég faszán néz ki. Azt arrébb viszem, mert ide fogja lehívni a vontatót is. Jó. És akkor ugyanúgy kell lehívnod a vontatót, mint ezt. Azzal vagy nem tudok bemenni? Mert nem nyitódik ki. Egy aladév van. Rossz fele mentél.
Ja? Másik oldalt van. Szeretettel. Hova mész? Na, úgy. Csak megtalálom. Ja. A vontatót azt egyszer próbáltam, a felakasztást. Majd kiderül, hogyan akasztuk le a kocsit. Ha bezárom, akkor nem kéne lecsukódznia? Nem, mert... Hogyha így bezárod, akkor lefixálódik, de csak akkor csukódik be, ha arrébb megyünk. Ugye, ha nyitva van, akkor mozog. Ha van zárva, akkor ugye megáll az egész. LOL! Ez eskül kicsit úgy néz ki, mint Matuka. Ennyi. Na, itt nem lehet mozgatni az izét, mi? De lehet Ctrl-Shift. Ja. Yeah. Aha! És akkor teljesen leengeded, rátolatsz. Oké, okay, nála lebugolt a kampó. Jó az. Én még szerintem az ott van. Mennyire a teljesen. Ja. Itt nem kell flatbedelni. Nem lehet bebuggolt a kampuszt, azért nem. Várj, én is kihozok egy vontatót. Egyébként azért lett így megoldva, hogy zárható, nyitható a garázskapu, mert ugye civilek nem tudnak bemenni és csak úgy tuningolni. Ez mondjuk jó. Na hozom a lambot. Emelő, az hogy működik? Sehogy. Jaa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 a
kódot ez a szar. Hát rip. Azt kurva. Hát rip, elfelben. Az antraha, de ez nem lesz megszerelve. Fasza, megint nem bírom ezt db-zni. Istenem. Impoundolni se, jó van kurva. Szia, Viki. Amúgy Tarzan, nekem lépnem kéne már. Jó van, én is lépek már. Van, akkor ankerek. Jó van, megyek Szegedre lajba. Na. Köszi szépen amúgy, hogy... Szívesen. ...körbe mutattad a szarót. Ha valamennyire. Ja. Dehogy nem. Mi ne bírná. Még hova mész Szegeden belül? Azt már nem tudom. Mert igazából csak segítek papírt szállítani. Én nem tudom a címeket. Miért tán Szegedi vagy Dragon? Akkor inkább nem megyek. Dehogy nyaralni. Nem csak odaink 6 nap múlva, akkor jó. Na jó van. Na
akkor lépek is, köszi szépen még egyszer. Hát szívesen, mert hogyha még mondom, van valami esetleg, akkor majd szívesen várom a fejleményeket, meg akkor mondom, hogy ha holnap jó, neked jó, akkor besegítek a magyarosításba. Oké, azt megköszönném. Na jó, most kacok, akkor köszönjük szépen nektek a figyelmet. Igaz, hogy nem volt annyira túl tartalmas a live, de hát... Teljesen jó volt. Ja. Na, mindjárt kacok, jó éjszakát, sziasztok! Szevasztok!